Köszönöm, hogy mindennapjaink zsúfoltságában találtak időt arra, hogy elfogadják meghívásunkat, és eljöjjenek ide a Nagymarosi Művelődési Házba egy képzőművészeti kiállítás megnyitójára. Ígérem, ha körülnéznek, nem fognak csalódni. Nem kell sok az emberi ünnephez, írta Márai Sándor füves könyvében. Minden napba belecsempészhet valami varázslatos elemet, az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok minden percét valami rendkívülivel. Ma itt Erzsébet segítségével elérkezett az ünnep, ünnep a szemünknek elsősorban. Címével műkedvelő, színkeverő. Hát nézzük csak ezeket a szavakat. Műkedvelő, mit is jelent? Kedveli a művészetet, gyönyörködtet, élményt ad, feltölt energiával a műalkotások látványa. Aztán beindít egy vágyat, az alkotás vágyát. Ő is műveket akar létrehozni. Bizsereg a keze, kívánja a festést. És nagy kedvel elkezdi az alkotást. És akkor egyfajta sodrásba kerül. Erős, belső kényszer viszi, rabul ejti a varázslat. Új dimenziók, világok nyílnak előtte. Szeme már képekbe látja a kertjét, a virágait, kedves utcáit, tájait. Már másképp észleli a környezetét, mint a többi ember. Egyre kifinomultabb, érzékenyebb a látása, gazdagabb az érzékelése. Birtokba kell venni, meg kell őrizni. Mások felé be kell mutatni az élményeit. Kedves barátom Erzsike, ezt a folyamatot élted át, míg festővé váltál.